Korszerű beteghívórendszer, megújult várópadállomány, új sötétítők a komáromi rendelőben. Egyedi szekrények, illetve magas komfortfokozatú ágyak a kórházban. Csupán néhány tétel azok közül a fejlesztések közül, amelyeket január 10-én közös sajtótájékoztató jelentett be Cunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, dr. Molnár Attila polgármester, valamint dr. Mézesné dr. Lőrinci Enikő, a Selye János Kórház főigazgatója. Dr. Molnár Attila kiemelte, büszkék lehetünk a magas szakmai színvonalú komáromi egészségügyi ellátásra. A városvezetés felelőssége és kötelessége, hogy ennek fenntartásához és fejlesztéséhez lehetőség szerint minden anyagi forrást és támogatást megadjon. Szeretnék mindenek előtt köszönetet mondani egyrészt országgyűlési képviselőasszonyunknak, Cunyiné dr. Bertalan Judit képviselőasszonynak, hiszen nagyon sok segítséget kapott nem csak Komárom városa, hanem értelemszerűen a Selye János Kórház is, mind a működéséhez, mind azokhoz a fejlesztésekhez, amelyeket az elmúlt esztendőkben tudott megvalósítani, és nagy szeretettel köszöntöm én is a térségi igazgatóságról igazgatóasszonyt, aki Lőrinc Krisztinát, aki megtisztelte a jelenlétével a mai sajtótájékoztatót, és ezt azért tartom fontosnak, hiszen az Állami Egészségügyi Ellátóközpont is kiemelt figyelmet fordít a komáromi kórház működésének. És talán lehetek annyira lokálpatrióta és képviselőasszony, hogy meg is fog ebben erősíteni, hiszen azért neki jóval nagyobb rálátása van a megyei, illetve a térségi egészségügyi intézményekre, illetve igazgatóasszonynak is, hogy szerintem büszkék lehetünk komáromiak, mert a Selye János Kórházban a betegellátás színvonala az bizony egy olyan magas szakmai szinten van, amely azt nem mondom, hogy elégedettséget, mert soha nem lehetünk elégedettek ezen a területen természetesen, de a betegek visszajelzése alapján is, ami hozzánk érkezik az önkormányzathoz, illetve ami a kórház vezetéséhez is, az nagy többségében mind-mind pozitív visszajelzést mutat, és ez a legfontosabb szerintem nekünk, illetve az a felelősségünk is, és az a kötelességünk is, hogy ehhez pedig minden segítséget és támogatást, mint önkormányzat meg tudjunk adni. Cunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő a tájékoztatón elmondta, hogy a Selye János Kórház működése és fejlesztése fontos részét képezi a kormány egészségügyi szakmapolitikai stratégiájának. Végül pedig megköszönte valamennyi komáromi egészségügyi dolgozó áldozatos munkáját, amelynek köszönhető az is, hogy a tavalyi évet adósságmentesen sikerült a komáromi kórháznak zárnia. A város és a kórház fenntartótól függetlenül, vagy fenntartó váltás miatt éppen olyan szövetséget, olyan erős szövetséget kötött a komáromiak és a komáromi járásban élők egészségügyi ellátásának színvonala növelése érdekében, aminek évről évre kisebb, de mégis a betegellátás szempontjából nagyobb horderejű változásokat tud hozni az egészségügyi ellátórendszer életében. Gondolhatunk azokra az egészség megőrző és preventív programokra, amelyeket a polgármester úr gondoz és kezel a városban, és amelyet nem tudna megcsinálni sem a kórház, sem pedig az alapellátó orvosoknak az együttműködése nélkül. Gondolhatunk azokra az együttműködésekre, amelyeket a város akár pénzügyi támogatás formájában, mint ahogy itt ma is azért állhatunk, mert polgármester úr és a város önkormányzata a költségvetésből tudott forrást biztosítani, és az előbb említett fejlesztések meg tudtak valósulni, de főigazgató asszony szerényen súgta a fülembe, hogy van itt olyan is, ami a várótermek komfortosságán túl a beteghívó rendszernek egy saját forrású beruházása vagy befektetése ahhoz, hogy azok a hívó rendszerek, amelyeken a szakrendelés alkalmával a betegeket hívják, az mind gyorsabban, gördülékenyebben és jól reagálhatóan tudják a betegeknek jelezni, hogy a várakozási idejük letelt, és az orvoshoz be tudnak lépni. De gondolhatunk arra is, hiszen az egészségügyben sok mindennel összefügg, hogy az elmúlt esztendőkben a mentőállomás is több alkalommal részesülhetett támogatásban. De azt gondolom, hogy fontos és sokak együttműködésének és sokak munkájának az eredménye az egészen onnan, amit polgármester úr hangsúlyozott és fontos kiemelni, az itt dolgozó orvosok és szakdolgozók, akik megteremtik a bizalmat az egészségügyi ellátásban, megteremtik a bizalmat az egészségügyi ellátás igénybevételével, és innentől kezdve erre tud építeni a város egy saját egészség megőrző és egy saját egészség tudatos életmódot generáló egészségügyi prevenció.
prevenciós programot, és aztán ehhez tud a fenntartó és a kormányzati támogatási rendszer a valóban szükséges és a valóban a betegellátás színvonalát emelő forrásokat és fejlesztéseket hozzá tenni. Ez évről évre így van. Azt gondolom, hogy itt Komáromban nyugodtan elmondhatjuk, hogy minden esztendőben valamelyik egészségügyi ellátási szinten, nem csak a kórházban, hanem a mentőállomásnál, az alapellátásban is történik olyan fejlesztés, történik olyan előrelépés, ami mindenütt a betegellátás színvonalának és a biztonságos betegellátásnak az érzetét növeli.